Isti! A videót a notebook.hu támogatta! Link lent! Na hát szevasztok srácok, itt vagyunk Istvánnal, Forza 6. Hello! És Spáfránkosán, Mihelis Norbert zengő motoros Ottójával. Motorsportos, kör. yes. Hat kör, bocsánat. Ez egy hat kör, két pit, és ez egy Honda Civic, azt hiszem, ugye? Igen. Sok sikert, Pecsi! Neked is. Köszönöm. Jó, randomságok az indulás. De nekem miért van az, hogy nézd meg, mindenki hagy le? Nem tudom, opá! Opá! Oj, de szélesen veszem! Lehet, hogy az a jó ötlet, aha, kicsit kijöttem. Szerintem azért belefér. Előttem vagy! Ja! Atya úristen, Patrik! Jaj! Jaj Istenem, mit vannak előttem? Ez nem jó! Hogyan menjek, nézzük! Itt hogy megyek el? Itt hogy megyek el? Az a baj, mindjárt jön a féktáv. Mi ez, Patrik? Jézus, hát közeledek fel! Meghalok, hallod? Jó, Istenem, nem merem nyomni, nem megtegyik ezt. Hol kell fékezni? Korábban fékeztem, nem merem. Nem merem, mert... rekt lesz belőle. Azaz. Jézusom! Az meg! Mi történt? Beraktam rükvercbe! Hogy áll a kormány? Baszki! Jó, nem baj, megyek. Biztos? Jó, menjen, persze. Tuti? Igen, csak előttem kiforgott a csávó. Azt én nem tudtam, mit csináljak, tudod, mert kivettük azt egyébként, hogy szellemautó legyen. Nem baj, innen szép feljönni. Ó, basszus, már kapkodok. Fú, gyerekek. Ja, és min is van? Milyen nehézségen? Expert raktuk, igen. Azt eltévesztettük múltkor, csak hogy... Igen, már akkor is expert volt, az nem újdonság. Tű, hallod, ötödik helyen vagyok. A szép. De jönnek a seggembe. Fogsz te majd ott szenvedni. Én most még egyre örülök, csak az, amelyeket még föl kell majd hozni, hogy az összeset végig kell venni. Szép lesz majd. Tű, hallod. Itt olyan, hogy szélárnyék, életveszély. Esélytelen tartani. Srácok, amúgy azt mondtuk, hogy két pit stop van, mondtuk. Mondtad, kétszer kell kimenni. Bassza meg, homokágy! Jó? Hú! Megcsúszott előttem a negyedik, baszki! Takaradj! Hogy hoztad onnan ki, te jóisten? Az a csáv az nagyon keményen visszahozta onnan. Durva akciókba vagy. Csak most arra kéne figyelni, nehogy kilökjön, jó? Hát az a legszebb dolog ebben a játékban, ilyenkor erre figyelni. Tudod, amikor úgy annyira vagy mellette, hogy nem látod, mert hogy fordulsz meg. Azaz. De ahogy elfordulsz, kilök. Jaj, okay. Nyilván nem direkt lök. Jaj, ne. Na már pittelnek páran. Ne! Bazzeg is megforgat a pit előtt. Azaz, gyere bele, azaz. Látlak, ja. Hát Isti, ezt én nem hiszem el. Nem baj, fel lehet hozni, Patrik! Én is szenvedek itt már mióta! Menjél már! Én most fordultam úgy meg, hogy be tudjak menni a pitbe, Isti. Ez szép! Baszki! Hát de ez mi? Jaj, ki is mentél? Ja, hát muszáj volt, hát ott megpördültem. Akartam bemenni. Bum! Mindegy. Innen felhozom. Na 12. innen, arra csak kíváncsi, hol fogunk majd találkozni, ha fogunk-e még találkozni. Nem nagyon fogunk. Ó, basszus, itt vagyok már megint mögöttük, vágod? Megszivattam magam én ezzel a pittel most. Megint be leszek szopódva ide. Jó lesz az a pit neked amúgy. De legalább tisztán jöhetek el, annyi. Na igen, tisztán igen. Tisztán mehetek igen. Egy ideig. Fú, basszus, megint vagyok ezen az egyenestél. És még egy pit lesz, ami azért érdekes. Igen, ez most egy kicsit úgy kavarty kívülről. Hűha! Meg van egy jó kis hideg gumik. Majd arra figyelj, ahol visszakapod az irányítást a pitből. Igen, az durva! Köszi, hogy szóltál előre. Of course. Jó hideg gumik. Gyönyörű. De nem megy előttem! És én hisztizek. Isti, ne legyél ámféd, légy szíves. Ja, jó, rendben, nem leszek te. Ne legyél. Nem tudom, mikor menjek majd ki amúgy, ez az én dilemmám amúgy. Ne felejtsd, hogy kétszer men, vagy kétszer kell. Tudom, bassza meg.
Nem de csúszkál előttem a csávó. Én is csúszkálok friss gumikon, ne aggódjál. Hűhó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 
Jajajaj. Ez most itt az egyik legakciódúsabb versenyünk lesz amúgy. Azt a kurva hallod? Most kéne gyorsan megnyomnom hideg gumikon, hogy utolérjek valakit, mennek ki. És jönnek vissza a pályára. Most ezt meg kell verni? Igen, igen, igen. Oh, nem tudok elmenni, mert most, de elmentem, jó? Hányadik? Öt. Ó, szép, ott voltam én is. De hát úgy jött, hogy volt, aki kijött pitbe, ugye, előttem. De hogy fékeztem, nem kellett, mert korát lehet. Hoppá, véletlen visszatettem egyesbe. De blokkolt a kerék. Itt kell kimenni a boxba? Ha igen. Jó, kimegyek. A legnagyobb harc közepette megyek ide, el kell osztani, srácok. Hát nagyon kíváncsi, hogy jövök ki. 8. is kijön, 9. is kijön, jól látom. Ú, de hát nyomom neki, de nem tudom. Addigra nem érek oda sajnos. Hú, öcsém. De nem lesztek messze így. Csak tényleg nem. Engem most... Hát mindegy. Az én nézőim tudják mi volt. Aki még nem a néző, az úgyse fogja megnézni, hogy mi volt. Úgyhogy nem variálok ezen. Hú, basszus. Ó, 11. hely. Stabil. Stabil stíl. Te hanyadikon vagy? 12. Oké. 9. helyre jövök vissza. Na itt kell majd vigyázni? Hát csak annyira. Igen. Ha igen. Jó, 9. helyre jöttem ki. Hát én most jövök át a rajtom. Hát a következő kanyarba is egyből ízik ki kéne jönni egyébként, azon gondolkozok. Fú, de jól lehet ikos jönni, nincs előttem senki. Ugye? Ó, bazd meg, a fűre kimegyek! Igen, ezzel vigyázz. Nem baj. De rosszul kezdtem meg. Jó. Mi az olajszag, valaki süt valamit? Na, Isten, a felismeréseid így. Vagy lehet a kocsira kell. Itt a belga pályán valamit, valaki süt valamit. Mennyire nem. Jaj, de rosszul fékeztem ezt. Hú, ez most én is. Hú, baszki, blokkolt a kerék. Totál rossz szív. Jézusom, bort itt a kerék. Nem baja van. Vannak előtted, mögötted? Vannak mögöttem, inkább közelebb, előttem is vannak, de messze. Tehát, hogy relatíve tudok menni saját tempót, de... De elrontottam. De elszarom folyton amúgy. Mert az abroncs is ideg még egyébként, gondolkoztam ezen. Ja, itt melegedik át kb. Ahol te mondtad. Mármint, hogy nekem kb. Ott volt az, hogy oké, innentől lehet nyomni neki. Aha. Fú, nagyon rosszul megy most. Rajtad van a nyomás, egy minden. Hát én jó. Is mennék. Jó lenne időt menni. Én meg érnék utol legalább valakit. De nem. Ja. Jaj, a homok, jaj, a homok. Hát azon is gondolkozok, hogy mikor menjek ki majd a következőre. Tehát, hogy... Fogalmam sincs egyelőre még. Jöttem az útra, az útról. Nem könnyű kimenni. Nem. Vagy nem nehéz kimenni. Ja, Istenem, srácok! Fúha! Küldöm neki, ami a csövön kifér, de nem. Szerintem a következő ennek a körnek a végén ki fogok menni. A másodikra. De blokkol! Így akartam az előbb. Elém kijöttek. Most 4. helyen vagyok, most még egyelőre, de gondolom van, aki már egy kétszer jött ki. Azt majd meglátjuk. Kijöttem a boxba egyébként. Igen? Ó, de feltart, more! Hát nincs vesztenivalóm, inkább tisztán, ha tudjak menni. Vágom. Hát, ha valami történik és valakiket utolérek.
Megint fők ebben a rohadt izébe, hogy előtte van a csávóvágot. Hol? Hát ebben az első kanyarban itt a hosszú után, tudod? Ó, csak ott vagytok? Nincs is olyan nagyon messze. István, az nagyon nincsen messze. Nincsen? Jó. De most valóban, most jöttem ki a boxból. Na jó van. És ti hol vagytok? Most van egy ilyen visszafordító, tudod, az a visszafordítós rész. Ja, hát akkor az nem vagytok közel, de nem olyan nagyon sok az. Hát nem kéne most kimennék, azon gondolkozok. Most van esélyem megcsípni őket. Még egy köröd van rá, nem? Vagy hogy van? Hát ez most a negyedik köröm, úgy igazából még van időm. Csak az, hogy megint az lesz, hogy bele törődök, és akkor így megint nem megyek ki, elfelejtek kimenni majd. Vagyok olyan hülye. Nagyon elő, baszki, nagyon, fűre nagyon megyek korán. Mindenhova. Elképesztően korán fékezek, az a bajom. Vágom. Én az autó ezt bírná később is a fékezést, később is fékezést. Hű, de nem melegek ezek a gumik. Csak nem baszki. Mered. Ugye, ott vagy, hogy nem mered, nem mered. Nem, mert nem akarod eldobni se a kocsit, az a baj. Igen, és okay. az... És fényi különbség van a kettő között. Igen. Mert egy picit elfékezed, azt eldobod a picsába. Ja. Tehát ez nincs olyan, hogy visszahúzod meg ilyesmi. Mert ha az elmegy, aha, mint most, egy picit több fék volt. Egy éppen, hogy csak picit, és meg is pörögtem István. Csodás. De nem sok volt, érted? Persze. Tehát, hogy éppen hogy, de hát ez benne van. Jó, hát akkor így... megyek ki. Eldöntöttem. Ez a baj, így nem sok esélyem maradt. Nagyon eldobtam. Ó, de megint mi van ezzel? Fúha! Megint eldobtam. Na most kell egy nagyon jó kört menni, mert most vagyok az első helyen. Ezek már másodszorra mentek ki. Nem, most kell nekem is kimenni, bassza meg. Igen. Ezt elszartam, nem? Mert most miért? Hát, mert hogyha kimentem volna, akkor ugyanúgy jöttem volna ki, mint nagyjából, mint ők. Vágod. Aha. Most nagyon jó időt kéne menni, hogy be tudjak majd utána férni eléjük. Hát, akkor meglátjuk. De ők most izén mennek, azért a Svetfit szargumin mennek, mármint, hogy hát a botnál nem tudom számít-e amúgy. Biztos, hogy számít, persze. Ők se tudják oda betenni. Na, majd meglátjuk. Most tényleg egy jó, egy nagyon oda kéne koncentrálnom végig. Én is igyekszem, de nem. Szántok fel mindent. Egyelőre jó, ez az eleje még mindig jól megy amúgy ennek a körnek, a kanyarnak, vagy körnek, igen. És ezt mondom. Ez a nagy megpörgésem nem kellett volna, akkor szerintem esélyes lennék egy akkor ilyen jobb helyre. De hát így nem, mert tudod hol vagyok most? Most jöttem át ezen a szopatós részen. Most vagyok az egyenesben. Elképesztően messze mindentől. Hát figyelj, 700 méterre van tőlem. 700 méterre van tőlem. Az remek. De bírná ez az autó, hallott, hogyha sokkal rövidebb féktávot vennél. Igen. Nagyon... Ez lecsúszok. Szinte kéri egyébként. Nem jössz ki eléjük? Nem fogok szerintem. Azt nézem, hogy... Nagyon neccesen esetleg, nem tudom. De az biztos, hogy nem lesz rossz az eredménye még én szerintem, mert jó helyre fogok még visszajönni relatíve. Ja, jó megcsináltad magadnak ott a bulit, az jó volt. Ja. Oda lassú volt a kanyar. Amúgy vannak kanyarok, ahol egyszerűen nem merek fékezni, mert ahogy pici fék és közben kanyarodni kell, és eldobja a seggy. Igen. Füvel vagy a kisti? Ó, én is voltam már. Jó, kimentem. Ó, nagyon durván be fog előzni, már látom. Fúha. Hát az utolsó kör, én srácok jelenleg a top 3-ban. Nem, ő is, második is kijött. Az mi jött ki? Nem volt kin? Hát szerintem ő sem volt akkor még kint.
Megállok, hát egy negyedik helyre szerintem talán visszajövök egyébként, nagyjából. Ma most még első, de hát most jönnek el. Most vagyok második, harmadik. Negyedik, bazd meg, ötödik. Hát ez szép lesz, utolsó körön sok fog múlni. De hogy fog, mire még kimegy innen. Harmadik hely! No, ja, negyedik, mert nem fordultak el, nem? Nem fordult, ezek szerint valami volt, ja, na jó. Akkor ezen próbálom majd javítani még. Itt most aztán mindent bele, utolsó kör, mindent vagy semmit alapon. Hát nekem ez nagyon gyenge lett ez a verseny is. Jó. Istenem! Gyenge lett? Hanyadik vagy? Utolsó. Figyelj, volt az elején a box utcás dolog, arról úgy, ötödik helyről úgy gondolom nem én tehettem róla. Tényleg így megpörgettek, utána meg még ahogy megpörögtem még valaki előről belé. Aztán utána jöttem volna felfele. Igen, mondja csak. Megpörögtem magamtól. Gyönyörű. Most az első helyre hajtok nagyon durván. Mindent vagy semmit alapon. Ez jó volt, mindent vagy semmit alapon. Próbálok itt szerencsejátékkal játszani, meg minden meg itt hova padulni, de... Én is. Azért eldobni nem akarom, mert második hely sem a ronda amúgy, főleg hozzám képes. Nagyon nem. Főleg ezen a pályán, érted? Le a fűre, bazzeg, jó? Ez kettes. Első hiszem, hogy elfordult, jó Isten. Tud meglepetést okozni az autó. Azaz, még igen. Ennyi kör után is amúgy. Mert most kezdem el dobálni, mert már így minden. Igen, igen, vágom. Mit tud, mit nem. Bedobom a kanyarba, hármasba, majdnem. Óristen, Patrik, óristen, itt vögtön egy centire. Jó. Az még tud finom lenni. Ez nagyon. Már most lassú volt nekem. Hú, Patrik, az utolsó kanyarokba el fog dőlni. Az a baj, ott már nincs nagyon előzési opciót. Ahogy nincsen. Nem! Második hely! A francba! Nem baj, jó az! De az nagyon-nagyon jó. Ide, hogy nagyon jó. Jó az! Ó, basszus! 2.54, nem! 2.53 a legjobb kör. Fú, srácok, hát sajnálom, pedig meg lett volna, meg tudtam volna fogni. Ott volt, van az a kanyar, ami nagyon ilyen hosszú, ilyen bal kanyar. Aha. És van benne egy törés, tudod, hogy először úgy még tudod teligázzani, hanem utána kicsit fékezni kell rá, vagy legalábbis engedni kell, és akkor van egy határozottabb része, ez még a célegyenes vezető sikán előtt van. És ott egy centire voltam tőle, aztán ott én nyomtam egy féket, mert nem akartam tőle. Mennyi a te legjobb időd? 2.53. Ezt tudja? 5.40, várj, mindjárt mondom. De hogyha rámészem, úgy van egy ilyen végén egy race results, hogy ne lép ki. Aha. Itt van egy race results, ott meg tudod nézni. 2.53-5.49, neked meg 2.43. Azt a kurva! 2.43? Ja, de mondom nekem az elején a... Jó, mindegy, nem fogok panaszkodni. Csak de hogy mentél elején... ilyen jó kört? Hát mit tudom én, nem tudom. Egyedül volt a végig. 10 másodperccel basszus jobb, mint az enyém. Nekem volt olyan köröm, amikor egyedül voltam végig? Szerintem volt. Nem tudom. Na mindegy. Srácok, azért ez egy... Hát nekem ez egy jó verseny volt végül, Patriknak sajnos nem. Nekem egy jó tapasztalás volt egyébként. Igen? Tudom. Nem, ebben a játékban nem szabad kockáztatni helyzetekben. Azt vettem észre, hogy nem szabad bedobni. Defenzíven kell, igen. Igen, abszolút, de tényleg egyébként, mert itt nem szabad, mert nem vigyáznak picit se. Ja. Úgyhogy nem szabad, de ez egy jó tapasztalás volt, mert a következőben már így fogok játszani. Úgyhogy ennyiből jó volt egyébként. Ja. Úgyhogy ja. Ja, srácok, reméljük, hogy élveztétek egyébként, én élveztem. Én is. Szeretitek még ilyet, akkor lájkot csapassatok mindenképpen.
Yeah, jók legyetek. Szevasztok. Szevasztok, jöjjön az out. Ró, remélem srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek. Hey. Hey. Hey.